Honismereti előadással kezdődött a 49. alkalommal is megszervezett Szejke Népzene és Néptánc Fesztivál. A május 14-e és 17-e között zajló rendezvény holnap, azaz pénteken a 9. néphagyományőrző óvópedagógusok képzésével folytatódik, melyet a Művelődési Ház nagytermében tartanak. Elekes Gyula, a Művelődési Ház igazgatója elmondta, ez a majdnem fél évszázados rendezvény Románia egyik legnagyobb és egyben legrégebbi nemzetiségi fesztiválja, mégis a megszokott programok mellett mindig igyekeznek valami újdonsággal is előrukkolni. Ez idén a honismereti előadás sorozat. Mindig új programokat találunk ki. Kísérő programunkat, ugye van egy állandó, stabil program, a Gála műsor, ahol bemutatkoznak az ide érkező néptáncegyüttesek, és próbálunk köréje olyan programokat kitalálni, amik újszerűek, de az idén például egy új program az, hogy értékeinket próbáljuk honismereti előadások formájába bemutatni. Az idei vendégünk Oroszhegy lesz. Péntek este 6 órakor Makovec Imre grafikáiból nyílik kiállítás. Szombaton este 7 órától a Művelődési Ház nagy színpadán az egyetlen határon túlról érkező Finn Hollola együttes előadását tekintetik meg az érdeklődők, majd az intézmény előterében a Nemzetközi Táncházra kerül sor. A fesztivál leglátványosabb programpontja a vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő felvonulás lesz, mikor a résztvevők a tábor lakótelepen a polgármesteri hivatal előtt, valamint a Művelődési Ház előtt is táncolnak majd. Országon belülről pedig 12 együttes lesz jelen, lesznek szerbek, lesznek görögök, lesznek oroszlipovánok, ukránok, örmények, és hát nagyjából szászok. Tehát azok, akik évek során megfordultak többször, vagy éppen most jönnek először. Szintén vasárnap a Szejkefürdőn 11 órától veszi kezdetét az Európai Étkek a Hagyomány jegyében elnevezésű gasztronómiai bemutató, majd délben kezdődik a fesztivál gála műsora, ahol a meghívott táncsoportok bemutatják néptáncaikat. Jó hír, hogy 11, 11.30 és 12 órakor autóbuszok indulnak a Szejkefürdőre. Ezek a városi buszmegállókból ingyen viszik ki a nézőket a fesztiválra, majd 15, 15 óra 30 perckor és 16 órakor lesz a visszaindulás. Rossz idő esetén a Művelődési Házban tartják meg a rendezvényt. Bővebb információkat a városháza.ru honlapon kaphatnak az érdeklődők. A négynapos rendezvény szervezője a polgármesteri hivatal és a Művelődési Ház.